Melegítsük-e a kutya vizét télen? Nem ártat neki a hideg csapvíz? És szüksége van-e ilyenkor meleg ételre? A kérdés nagyon jó. Azoknál a kutyusoknál, akik ugye kint vannak egész nap, vagy a nap szinte legnagyobb részében esetleg csak este engedik be a lakásba, vagy valami olyan helyre, ahol már temperált a hőmérséklet, ott fontos, hogy a víz pótlása, a víz ellátása a kutyusnak folyamatos legyen. Hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyha sűrű, kemény fagy van, akkor természetesen a vízben is megfagy majd, illetve a tálban is megfagy majd a víz. Ezt nyalogatva valamennyi folyadékhoz hozzá tud jutni az állat, de mennyiséghez nem. Tehát itt érdemes erre olyan módon odafigyelni, vagy a tálat helyezzük el egy olyan helységbe, helyre, egy olyan helyre, ahol a fagy nem éri, és a kutya is hozzá tud férni, vagy pedig cserélni kell a vizet többször is egy nap, újra föl kell töltenünk. Melegíteni kell-e az ételt? Igen, nagyon könnyen abban a helyzetben sodródhatunk télen, legfőképpen, de nyáron is egyébként, hogyha mondjuk a jégszekrényből kivett ételt adjuk oda a kutyusnak, hogy az egye meg, és a kutya esetleg rendkívül éhes és nekiesik, fölhabzsolja, akkor olyan mértékben képes áthűteni a torkát, nyelőcsövét, gége környékét, hogy ott a mindig ott levő a baktériumok könnyen beszaporodnak, a lehűlt nyálkahártya nem tud védekezni a baktérium támadása ellen, és az ilyen kutyusnak torokgyulladása lesz, esetleg gége gyulladása lesz, természetesen hasonló módon az emberhez. A télen az ételt különösen vigyázni kell arra, hogy ha lehet, akkor langyosan adjuk. A kifejezetten meleg étel az sem való kutyának, az extremitásokat érdemes kerülni, tehát nem 40 fokosan adjuk oda gőzölgő módon, hanem langyosan. A kutya ezt is szereti a legjobban. Ilyenkor az ízanyagok jobban felszabadulnak az ételből. A számára egyébként nem annyira kedves ételt is könnyebben, boldogabban és szívesebben fölveszi, mert az illó anyagok szabadulva az ételből, a langyos ételből inspirálják az ízlését és az étvágyát. Ha nagyon hidegen tálaljuk az italt, tehát a vizet és az ételt is, akkor azért időnként szembe kell abban nézni, hogy valóban köhögéssel, lázzal, a megfázás egyéb tüneteivel jelentkezik a kutyus, amivel esetleg még orvoshoz is el kell mennünk.